Estét kívánok, hölgyeim és uraim, ez itt a hétember, és a hétembere nem más, mint Lázár Dávid, aki megmondja nekünk, hogy ebben a helyzetben, ahol vagyunk, mi az Isten haragjával kéne foglalkoznunk, hogy befektessünk. Köszönöm szépen a meghívást. Igazából ugye ez mindig egyénfüggő. Tehát én úgy azt tudom mondani, hogy amikor ugye az a kérdés, hogy kin befektessen, ugye az mindig az embernek az adott élethelyzetétől függ. Tehát ez lehet ingatlan, lehet állampapír, lehet részvények, kötvények, befektetési alapok, tehát tényleg bármi. Attól függ igazából, hogy az embernek mire van szüksége. Lehet-e szabad-e ebben a mostani helyzetben befektetni? Mármint olyanban, hogy ingatlan vagy papír, vagy pedig a jó öreg aranyba kell. Tehát mit kell csinálnunk most szerinted? Mert hogy láthatóan itt most minden mozog, és semmi se az, aminek látszik. Tehát ha valaki mondjuk véletlenül évelején vett eurót, akkor nagy valószínűséggel most azt mondja, hogy megérte. Ugye jól látható ez a 395-64 forint környékén. Hát most már ott vagyunk, igen. Című dolog. Ezzel szemben azt gondolom, hogy nem biztos, hogy ez a legbiztosabb megoldás. Azt szokták mondani, hogy a legjobb, ugye már befektetést a szellet kell tenni 100.000 forinttól is akár. Tehát mik, amire oda kell figyelni? Hát elsősorban ugye azt kell megvizsgálnunk, hogy mi a befektetési cél. Tehát, hogy most egy autót szeretnénk venni, vagy éppen egy lakást. Tud lenni befektetés? Nem autó tud lenni befektetés, hanem befektetési cél. Tehát ugye azt, hogy mire szeretnénk pénzt gyűjteni, Igen. És ugye itt is ugye az időtávot kell megnézni. Hogyha például valaki egyetemista, és akkor szeretne félretenni arra, hogy majd így 2 év múlva legyen egy autója, akkor például egy olyan volatilisabb eszköz, mint mondjuk a részvény, amit mondjuk így általában 4-5 évre szoktak javasolni, az például nem lesz számára megfelelő. Ebben az esetben például egy állampapír megfelelőbb tud lenni. Ha valaki mondjuk egy ilyen nyugdíjas éveire szeretne félretenni, akkor ott ugye akár a részvénypiacon is tud egy ilyen magasabb hozam lehetőség lenni, mert ugye az évek alatt kell, ugye van esély ezt a volatilitást kidolgozni. Kell szerezni valakit, aki ért is hozzá, nem? Mert ugye csak úgy a részvénypiacra mezitlábasként, tehát innen én nem nagyon tudnék bemenni. Nyilván, tehát ugye itt önmagában véve általán átlag befektetőknek egyébként nem is javasolnám azt, hogy közvetlenül vegyenek részvényeket vagy kötvényeket, hanem én inkább befektetési jegyeket mondanék. Mert ugye befektetési jegyeknél nem kell hozzáérteni, ott van egy ilyen szakértő csoport, aki úgy kezeli azt a befektetési alapnak az eszközeit, ők látják azt, hogy mikor érdemes venni, mikor érdemes eladni, és aztán ugye annak a befektetési jegynek az ár meg persze fegy folyamatosan felfelé. Azt mondtad, hogy nem javaslod, hogy közvetlen bevásároljon valaki részvényeket a sorban. Mi az, amiben ti tudtok segíteni? Amiben mi tudunk segíteni igazából, hogy megtaláljuk a megfelelő megoldást arra, hogy az adott cél mellett ugye milyen befektetési megoldás lenne a legjobb az adott ügyfélnek. Erre egy példa, tehát hogyha mondjuk valaki tényleg nyugdíjra szeretne félretenni, akkor ott ugye meg tudunk rakni egy információt tudunk nyújtani ahhoz, hogy az ügyfél össze tudjon rakni egy olyan portfóliót, amivel nyugdíjas éveire ténylegesen lesz is nyugdíja, nem pedig ugye abban kell reménykedni, az állam még addig tudja fizetni a nyugdíját. Vagy másik oldalon például, hogyha lakást szeretne vásárolni, mondjuk egy ilyen 15 éves távlatba, akkor megint csak össze tudunk rakni, vagy tudunk segíteni összerakni egy olyan portfóliót, amiben igazából ugye el tudja érni ezt a célját. Azt mondta, hogy ebbe tudtok segíteni, ugye rendben van, megvan a cél, megvan az eszköz, megvan a lehetőség, és akkor utána az ember mit kezdjen magával. Ugye nagyon sokan vannak olyanok, akik hát nekem a nagymám mindig azt mondta, hogy ami nagyon jól hangzik, az biztos, hogy nem úgy van. Mert hát az látszik, hogy például vannak ezek a kriptovaluták. Azzal most mi az Isten haragja van? Hát, hogyha most a legeléről kéne elindulnom, akkor úgy indulnék el ezzel, hogy ha most kötvény, részvény, kriptovalutát nézünk, a kötvénynél ugye pontosan tudjuk, hogy milyen bevételekre számíthatunk az adott eszközön, hogy ez egy hitelviszony, tehát tudjuk, hogy milyen kamatozása lesz. A részvénynél ugye van egy mögöttes cég, aki ugye általában osztalékot fizet, vagy annak van valamilyen teljesítménye,
az adott cég ad előrejelzéseket egyébként, hogy milyen irányba várják az adott teljesítményüket, tehát ott lehet mivel számolni. Kriptovalutáknál ugye az a probléma, hogy ott mögöttesen semmi más nincsen, csak a tiszta emberi pszichológia. Tehát amit most láttunk például a Lunánál, hogy történt egy ilyen kisebb támadás, és durván 10%-ot volna, 10%-ot esett volna maximum az értéke abban az esetben, hogyha a befektetők fegyelmezetten ugye megtartják a saját befektetésüket. Viszont pont azért, mert kialakult egy ilyen pánikhelyzet, lényegében két nap lefolyása alatt 99%-ot esett. Nem. Honnan indultunk? Hát szerintem, hát igazából most konkrétan, hogy mekkora az árfolyam, annak nagy jelentősége nincsen, mert voltak olyan emberek, akik ilyen 1 millió dollárokat is befektettek ebbe. Szóval egyik napról a másikra 1 millió dollár lecsökken ilyen 100-200 dollárra, az azért egy ilyen nagyon durván mezőtt vágja az embert. És ilyenkor van visszaút, vagy? Nem ez ugye tudni. Ez spekuláció, a igen. Igen. Tehát, hogy ezek mindenkor egy ilyen fajta szerencsejáték, nem? Ez inkább megy abba az irányba, igen. Ha valaki úgy dönt, hogy van befektetési szándék, akarata, megvan a cél, van hozzá megfelelő eszköz, és mondjuk nem szerencsejátékba akarja, hogy piros vagy fekete, mint ahogy most említetted volt, hogy akkor van olyan kriptovaluta, aki két nap ad, ugye 99%-át elvesztette az értékének, az azért nagyon kemény. Mi az, amire nagyon odafigyeljen? Tehát, hogy hol érezze azt, hogy nem biztos, hogy az a céggel, vagy az a kéne. Tehát mik azok az apró jelek, amelyek azt mutatják, hogy ő tanácsadója, vagy az a felület, amit megkeres, az nagyjából megbízható, mert hát ebből is hallottam rémtörténeteket. Ha teljesen laikus befektetőkről beszélünk, igen, szerintem a legfontosabb az egyébként, hogy itt Magyarországon belül legyen elhelyezve a pénz. Ez általában, vagy magyar intézménynél pontosabban, ennek a jelentősége ugye, hogy akkor az MNB szabályozása alá esik, és így... Ugye az NMB-hez tartodik most a ellenőrző, tehát régen volt ez a hivatal, amelyik ellenőrző. Hát a Magyar Nemzeti Bank most jelenleg ugye a felügyelő hatósága mindenfajta befektetési, illetve pénzügyi cégnek, befektetési vállalkozásnak. Tehát magyarul, hogyha azt látom, hogy egyébként a pénzintézet, vagy a befektetni szándékozó a magyarországi lába nincs, akkor kezdjék el gyanakodni. Nem kell vetlenül elkezdeni gyanakodni, csak hogyha Magyarországon van az adott cég, akkor sokkal egyszerűbb a jogvitákat megvívni. Aha. Tehát nincs az, hogy akkor mondjuk amerikai a cég, és akkor ki kell utazni Amerikába, akkor amerikai ügyvédet találni, és akkor utána amerikai bíróságon még az egészet borsos áron ugye meg is támadni, tehát nincs ezzel probléma, hanem itt helyben ugye el lehet intézni ezeket a dolgokat, pláne úgy, hogy az MNB-nek egyébként vannak különböző fogyasztóvédelmi ugye funkcionalitása is. Tehát ugye ők valamilyen szinten, hogyha jön egy ilyen fogyasztói panasz, ugye ők akkor azt ki is tudják vizsgálni. Tehát magyarul, hogyha amatőr befektetők vagyunk, akkor először nézzük meg, hogy ennek van-e magyar lába, van-e olyan cége, van-e olyan engedélye. Ezt valóban neten meg lehet nézni, hogy neki van engedélye arra a tevékenységre pont, amit csinál, tehát betétet gyűjteni, vagy hitelezni, vagy bármi ilyesmi. Hát az MNB-nek az oldalán igazából ezt le lehet ellenőrizni, illetve ugye minden egyes ilyen befektetési vállalkozásnak kell ugye egy ilyen engedélyszámmal, MNB-s engedélyszámmal rendelkezni. Na ez egy fontos, hogy akkor kell egyfajta MNB. Oké, megláttuk, tehát látjuk, hogy van MNB száma, akkor már kezdhetünk megnyugodni. Mi a következő jel, ami mindenképpen jó, hogyha van? Hát egy ilyen biztosabb múlt. Uh-huh. Tehát azt mondanám így első körben. Ugye múltbéli hozamok nem tükrözik azt, hogy az adott eszközek mi lesz a jövőbeli teljesítménye, viszont következtetéseket lehet levonni belőle, hogy attól függően, hogy a piac meg az adott eszköz mögött hogy mozgott. Uh-huh. Mondjak egy példát, most március, tehát 2020 márciusában, hogy így jött a Covid, ugye egy szakadt 40%-ot a piac. Na most, hogyha egy adott befektetési alap vagy részén, vagy bármilyen ugye eszköz, ugye kevesebbet szakadt annál, ugye akkor már mondhatjuk, feltételezhetjük azt, hogy akik az eszköz mögött vannak, azok ügyesebben tudják azt kezelni.
De ja. Magyarul szóval az ember ne abba bízzon, hogy majd odaadja valakinek, aztán megoldja, hanem érdemes utána kutakodni. Mindenképp. Elvégre, hogy a saját pénzéről van szó. Mindenképp egyébként. Ugye hát az látjuk, hogy most elszabadult az infláció, és véletlenül ez még vártatni fog, tehát nem itt van a vége, sajnos. Ezek szerint, és ilyenkor az ember óhatatlanul elgondolkodik azon, hogyha azt látja, hogy éves hozam az 15% vagy 20%, látom, hogy közben mosolyogsz, tehát miközben ezen óhatatlanul elgondolkodik, a közben óhatatlan gondolkodjon el rajta, hogy ilyen a mességben van, nem? Igen, tehát általában minél magasabb egy adott eszköznek a hozama, annál magasabb ennek a kockázata is. Inflációt most jelenleg legyőzni nagyon kevés eszközzel lehet. Tehát most arról beszélünk, hogy az USA-ban is már lassan a 10%-hoz tart az infláció, és egyébként itt Európában és szomszédos országban már valahol ilyen 13-14%-okat is látunk. Tehát így reál hozamot nagyon nehéz elérni. Pláne úgy egyébként, hogy ugye a piac is nagyon erősen ugrál oda-vissza. Tehát itt igazából ez a bizonytalanság éve. Itt ugye kockázatot általában mindig azzal lehet a legjobban kezelni, hogyha hosszabb távra fektetünk be. Tehát hogyha nem azt mondjuk, hogy most 2 éven belül szeretnénk a pénzt, mert akkor általában az valamilyen kötvény vagy állampapír felel meg annak a legjobban. Hogyha azt mondjuk, hogy van egy ilyen 10-15 éves távlatunk, akkor ugye ott már egy ilyen részvényeken vagy kockázatosabb dolgokon is el lehet gondolkozni, mert ugye hosszabb időtávon, pláne akkor, hogyha folyamatosan vásárolunk bele, tehát nem egyben egy összegben rakjuk bele valamilyen eszközbe a pénzt, hanem szépen jobban elosztjuk, akkor ugye hosszabb távon sokkal nagyobb eséllyel tudunk pozitívan kiszállni az egészből. Ezt az is elgondolkodható, hogy mondasz, mert akkor ezek szerint, aki most azt gondolja, hogy meg tudja menteni a saját pénzén, mert ugye az infláció az azt jelenti nagyjából, hogy ha van január 1-én 100 000 forintunk, akkor azért a 100 000 forintért, ha azt veszük, hogy mennyi mindent tudunk venni, akkor mondjuk december 31-én, akkor olyan, mint hogyha lenne mondjuk 80 000 vagy 85 000 forintunk, tehát ilyen egyszerűen lefordítva. Magyarul rövid távon ezt a hatást kivéden nem nagyon lehet. Hát, hogyha csak rövid távon szeretnénk befektetni, akkor nem. Viszont mindenféleképpen érdemes elgondolkozni azon, hogy mert szerintem legtöbb embernek azért vannak hosszú távú céljai. Tehát, hogyha nem is az, hogy egy új lakást venni, vagy egy új házat, akkor akár a gyermeknevelés, akár a nyugdíj, akár a bármi tényleg, tehát így, ami így hosszú távú. Ez felelősség vagy lehetőség számodra, mert hogy mégiscsak akkor te ajánlasz embereknek, akik ugye a saját pénzükkel fogják ezt. Tehát ez bizalom kérdése. Ez abszolút bizalom kérdése. Én alapvetően számomra igazából most, hogyha most a saját missziómat nézzük, mert nekem egyébként az a célom, hogy minél több ember fektessen be, minél több ember legyen pénzügyileg tudatos. Tehát ilyen szempontból számomra az most majdhogy nem mindegy, hogy ez most nálunk történik meg, vagy valahol másnál. Egyszerűen csak annyi lenne a lényeg, hogy használjuk ki, ugye Magyarországon egyébként nagyon jó jogkörnyezet van a befektetésre. A világon máshol olyan, hogy teljesen általános felhasználásban 10 év után vagy 5-10 év után valamilyen befektetés adómentes legyen, olyan nagyon nincsen. Általában ezt nyugdíj célhoz vagy valamilyen olyan célhoz kötik, ami így közhasznú. Ezzel szemben nálunk, hogyha 5-10 évig befektet valaki mondjuk államkötvénybe vagy bármi másba, akkor ugye onnantól kezdve a nyereség az adómentes? Igen. Azt, ha jól tudom, egyébként az állampapírban önmagában adómentes. Egy összegű befektetések, nem, hogy az attól is függ, hogy értékpapírszámláról beszélünk, vagy biztosításokról. Értékpapírszámláknál ugye ez 5 év után lesz ez teljesen adómentes, kamatadómentes, illetve biztosítási oldalon, hogyha folyamatosan fizetünk be egy számlára, akkor az 10 év után. Hát akkor próbáljuk meg pénzügyileg tudatosak lenni, meg túlélni ezt az időszakot, talán ez a legfontosabb. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál, mi nem sokára folytatjuk.
Ez továbbra is a hét embere, és a hét embere rögtön ketten is vannak. Szervusztok, üdvözöllek benneteket. Itt van Korondán Gábor és Darabos Dávid, és arról fogunk beszélni, ami igazából annyira szem előtt van, hogy az ember része se veszi. Ez még nem más, mint hogy létezik egy olyan szakma, amit úgy hívnak, hogy masszőr, gyógymasszőr, ami körülbelül azt szokták volt mondani, hogy persze van is nagyon jó, és voltam masszírozni, aztán utána jön egy ötlet, hogy akkor meg is kéne őket méretni, vagy versenyt kéne csinálni. Tehát hogy van ez? Nem így mondanám, inkább úgy, hogy meg kéne mutatni őket. Onnan is jött az ötlet, hogy Magyarországon több ezer masszőr dolgozik a szakma különböző területein. Sokan rehabilitálnak, gyógyítanak, segítik a sportoló felkészülését. Azonban még az egészségügyi szakembereknek nagy tisztelettel adózunk, illetve a szépségiparban a vendégek a kedvenc szakembereiket rendszeresen dicsérik, addig a masszőrökre valahogy kevesebbet hallani. Azt gondoltuk, hogy azért is, mert nehezebb nekik kitenni az ablakba a munkájuk gyümölcsét, eredményét, nem olyan látványos talán, és ezen szerettünk volna mi segíteni. Az volt a kezdeményezés alapötlete, hogy hagyj mutassák meg magukat hazánk masszőrei, és mi ebben szerettünk volna segíteni, felhívni rájuk a figyelmet a munkára, amit végeznek, és a fontosságukra. Emiatt gondolom, hogy az év masszőre díj megalapítása egy hiánypótló kezdeményezés. Én mindenféleképpen az is figyeltem föl rá, mert hogy tényleg miért ne lehetne ilyen szempontból. Mennyire nehéz szakma ez? Fizikailag vagy mentálisan? Mentálisan, fizikailag, mert azt gondolom, hogy kétfajta páciens létezhet, hogyha mondok ilyet, vagy ilyesmi. Az egyik, amelyik bemegy csöndbe van és jajong, a másik, aki meg folyamatosan úgy gondolja, hogy akkor ezzel együtt egy ilyen lelki masszázs is történik, tehát kiadja magából mindazt, amit egyébként fontosnak tart, vagy kevésbé tart fontosnak. De többi masszőr nevében nem nyilatkozhatok, nekem személy szerint a mentális része nehezebb volt, ugyanúgy, mint a fodrásznál vagy körmösnél, itt is az emberek szeretik kiadni magukból a problémákat, és jó hallgatóságnak is kell lenni a masszőrnek. Fizikailag kell hozzá egy termet, azért meg egy alkat, meg a jó technika, de szerintem azt el lehet gyorsan sajátítani. Viszont az, hogy az a következő vendégünk milyen problémát hoz, és arra, hogy tudunk reagálni, az nehezebb, úgyhogy a technika szerintem elsajátítható. Nem mondanám se túl nehéznek, se túl könnyűnek. Attól függ az embernek, milyen a vendégköre. Nyilván, ha valaki boxolókkal vagy komoly sportolókkal foglalkozik, akkor ők nem fognak panaszkodni, viszont fizikailag őket nagyon nehéz átgyúrni. Aki inkább a svéd masszázs irányba megy el, és inkább a ülőmunka miatt fájó hátú vendégekkel foglalkozik, ő több problémát hall így az irodai életben. Ugye rálátsz erre a világra, mennyi a kontár? Minden területen felbukkannak kontárok nyilvánvalóan. Én azt gondolom, hogy szerencsére mi elég kevéssel találkozunk, próbáljuk megválogatni, hogy kikkel dolgozunk együtt, és a regisztráció folyamán is figyeltünk arra, hogy csak végzett masszőrök jelentkezzenek. Ugye, hogyha valaki masszázs szeretne, akkor mi az, amire odafigyeljen? Tehát mik azok az árulkodó jelek, amikor azt mondja az ember, nem biztos, mert azért mégiscsak egy-egy rossz mozdulat, vagy egy jó hangulatú visszérnek az eltalálása az nagyobb gondot okozhat, mint a masszázs előtt. Mi az, amire oda kell figyelni? Masszőr választás? Igen. Mindenképpen marketinget már nem annyira nehéz jót csinálni. Aha. Itt a közösségi ilyen média világában igazából bárki tud magának egy jó weboldalt és egy jó Facebook oldalt kreálni, és ezzel már is úgymond becsapta, vagy be tudja hívni az ártatlan vendégeket. Mindenképpen elolvasnám a rólunk mondták részt egyébként. Talán egy masszőrnek a legjobb visszajelzés a saját vendégeinek a visszajelzése, de azt is ugye bárki írhatta, és pont ezért nagyon jó a verseny és a győzelem, mert ezt viszont nem tudja magának megcsinálni egy kókler sem. Úgyhogy láttam már olyat is sajnos, hogy a rólunk mondták részt is maga a masszőr írta, maga a saját magáról. Ritkán fordul elő, de ilyet lehet tenni, úgyhogy igazából nehéz jó masszőrt választani, mindenképpen az ismeretségi körből kérdezgetnék, ki kihez jár, illetve most már a két győztes mindenképpen ajánlanám. Van olyan, azért kérdezem, mert biztos, hogy van ilyen masszőr sulik. Melyik az, amit érdemes nézni? Ugye most már az OKI az talán megszűnt, vagy? Hát ez miatt most már nagyon nehéz elvégezni, és ha jól tudom, akkor sportmasszőr képzés jelenleg nem is nagyon indul az országban. Innentől nagyon nehéz masszőröket választani, illetve minden suli próbálja kipörgetni a jelenleg futó csoportokat, hogy őket is papírral tudja zárni.
De iskolát nem tudnék mondani, személy szerint több iskolában is végeztem, mindegyik képzést másikban, és egyikre sincs panaszom, úgyhogy így nem tudnám megnevezni, hogy melyik iskola a végzett masszűrei jobbak. Aha, nem azért kérdezem, de hogy például az jogos elvárása például ebben a szakmában, hogy rendelkezzenek papírral, illetve végzettséggel. Én nekem azt tanították, hogy elméleti tudásból hamar lesz gyakorlati, gyakorlatiból sose lesz elméleti. Uh-huh. Tehát ezért azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy egyszer valaki megszerezze az elméleti tudást, mert nagyon lassan tapad rá az életből ugye a gyakorlat útján a helyes elmélet. Persze, akinek van hozzá érzéke, jó mesterekkel veszi körbe magát, az papír nélkül is biztosan tud csodás munkát végezni, de azt mondom, hogy egy standard elvárásként igen, azért nem árthat. Ennek a szakmának azt gondolom, hogy a legrosszabb, amit tud tenni, az nem más, mint amiben most vagyunk éppen, hogy egyfajta gazdasági válság van. Mert hogy ugye az emberek ugye először azokat a úgymond fontos, szükséges, de kevésbé költséges dolgokat kezdik inkább figyelembe venni, mint egyébként azt, ami neki jó lenne, mert próbál ugye valahogy ugyanabból a tortából másfajta szeletelést tenni. Ugye pont most beszélgettem például egy ruhás nagy cégnek a vezetővel, aki mondta, hogy tökéletesen érzékelhető, hogy most éppen az emberek kevésbé gondolkodnak azon, hogy ruhát vegyenek, mint mondjuk ilyen szempontból legyen mondjuk bármilyen más elképzelésük az életről, és ilyenkor jönnek a nagy varázslatok, ezek a masszírozó gépek, meg masszírozó ágyak, meg nem tudom micsodák, amiket próbálnak rásorozni az emberekre. Ezek ilyen nagyon jó pofa dolgok, de igazából a hasznunk a nullá felé konvergál, nem? Igazából igen, főleg azért, ahogy mondtam is, hogy az emberek nem csak fizikailag akarnak felfrissülni egy masszörnél, hanem mentálisan is, és ezeknek a gépeknek ugye nem lehet elmondani. Hát lehet csak nagyjából ugyanolyan, mint a rendes házasságnál, hogy az ember beszél, de úgyse hallják. Vannak jó gépek egyébként, kifejezetten hatásosak, és én is használok ilyeneket személy szerint, masszázspisztolyoktól kezdve. Most már azért egész jó gépek vannak, és olyan nagyon nagy kárt nem is lehet elők végezni, úgyhogy megkérdezünk egy-két ismerőst, akár egy masszört, akinek van konzultációs óra, vagy a használati utasítást elolvassuk, akkor egész szépen ki lehet kezelni a mindennapi problémákat, de ha valamelyik problémának jobban utána kell járni, illetve tényleg a mentálisan is fel akarunk frissülni, akkor nem tudják sajnos helyettesíteni a masszört. Mennyire hiány szakma ez, vagy mennyire sokan vannak masszörök? Van egyáltalán való regisztrálva az összes masször? Pontos számokat nem tudunk, aha, és még a KSH-val is próbáltuk felvenni a kapcsolatot ennek a terén. Sajnos nem tudjuk megmondani, sok ezren dolgoznak. Nagyon szerteágazó, hogy milyen területeken és hol. Úgyhogy csak becsléseink vannak ezzel kapcsolatban. Mert azt tudom, hogy például van ilyen óvoda, ahol már a gyereket masszírozzák. Igen, meg olyan munkahely is, ahol a dolgozott, csak ezek még ritkák. Még ezek ritkák. Mi a cél ezzel a versennyel? Azon kívül, ami teljesen érthető, hogy megmutatni egy szakmát, meg hát értelemszerűen akik elindulnak a versenyen, az egyfajta garancia nekem is, hogyha keresek éppen masszört, hogyha elindult ez a verseny, akkor véletlenül az, hogy le van csekkolva, hogy valami fajta tudással, papírral rendelkezik. Ez egy tisztelgés a szakma előtt egyúttal. Nyilván a szponzor márka, aki ezt az egészet megfinanszírozta és a rendezvényt lebonyolította, szeretné felhívni a figyelmet a masszörség fontosságára. Szeretnénk mi is kapcsolatba kerülni olyan masszörökkel, akikkel később együtt tudunk dolgozni, akár termékfejlesztések területén, kikérni a szakvéleményüket, illetve nekik is vendégkörbővítésben segíteni. Tehát egy közösségépítő hátsó szándéka is van ennek pozitív értelemben. Nem, az mindenképpen jó, mert ha létrejönne mondjuk egy úgynevezett kamara vagy valami, akkor az ember rögtön jobban merné tenni magát, mert ez körülbelül ugyanolyan, mint a pénzügyi befektető, aki az előbb volt itt, hogy ez is egy nagyfokú bizalom kérdése. Abszolút. Mert hogy ugye itt meg az egyik helyen ugye az ember a megtakarításait próbálja meg valahogy elhelyezni, itt meg a saját életéről vagy testéről van szó, bármennyire ez azt gondolja az ember, hogy jönnek ezek a masszázs. És akkor mi van a tájmasszázsokkal? Az valami egészen más kategória, nem? Az teljesen más, és a versenyben nem is szerepelt, illetve nem tudok róla, hogy indult volna ilyen típusú masször. A hagyományos tájmasszázs, amit mindenki szeretne kapni, de általában nem kap, az ugye külföldön tanulható külföldi mesterektől. Európában is láttam már tájmasször képzéseket, és egész jól elsajátítható, de szerintem, ha valaki tényleg a rendes tájmasszázs szeretné kipróbálni, akkor mindenképpen
olyan szolgáltatót kell keresni. És náluk pont ez a baj, hogy mivel külföldiek, kevésbé mondható el, hogy milyen problémák, nem igazán értik meg. Igen, hogy nehéz lelket elmesélni. Maximum csak ilyen bólogatásra. Nagyon jól esnek, nagyon hatásosak egyébként, de szerintem aki ilyen típusú masszást szeretne, az ne magyar masszört, vagy ne európai masszört keressen, hanem akkor az tényleg tradicionális szalonokat keressen fel. Őket egy picit más kategóriázálni, és szerintem ebben a versenyben nem is feltétlen célszerű részt venniük, mert nem szakmailag versenyzünk velük, teljesen más kultúra az egész. Ez a verseny, ezt hogy kell elképzelni, hogy vannak ilyen tesztalanyok, vagy pedig csak a közönség visszajelzés alapján? Ez egy gyakorlatilag egy közönségverseny, az elégedett ügyfelek elismerését lehet begyűjteni. Uh-huh. Hát ez nem egy szakmai verseny, nem volt szakmai zsűri, kizárólag közönségdíjnak mondanám, közönségversenynek. Erre szokták azt mondani a filmeknél is, hogy jó, hogy vannak művészfilmek, de azért nagyjából a közönség magában nem tévedhet. Hogy mennyien vesznek rá egyet is. Így gondoltuk. De lehet, hogy érdekes lenne egy ilyen szakmai versenyt is összehozni. Gondolkozunk rajta, mert most rengeteg pozitív visszajelzést kaptunk, tehát jövőre is lesz évmasszőre díj, bővülni fogunk, rengeteg új ötletünk van, és ezt is számításba fogjuk venni, hogy lehetne beiktatni. És mondom, hogy szerintem az fontos lenne, hogy valami fajta közeg, vagy valami fajta regisztráció, vagy legyen, ami tényleg az segíti, hogyha az ember úgy dönt, hogy keres valamit, akkor legalább találjon egy olyan oldalt, ahol, de ahogy te mondtad, nem maguk írják a kommenteket. Lehet, hogy kéne csinálni olyat, mint az éttermek némában. Ugye ez a TipAdvisor nevezetű, lehet, hogy kéne egy ilyen tipmasször kérdést, ahol mindenki beírhat, hogy hol volt, mit csinált, mint merre, hány csillagot adna rá. Mert tényleg azt gondolom, hogy miközben méltánytalanul van elfelejtve ez a hivatás, a közben meg mégiscsak azért mindenkinek a saját életéről, vagy a saját gyógyulásáról, vagy közérzetéről. Hát az is egy gyógyulás, egyfajta közérzeti rendszer, ami ebben a dologban működőképes. Ami engem még érdekelne, hogy vajon, hogyha ezt a versenyt elkezdtek szervezni és építeni, előbb-utóbb kell valamifajta érdekérvényesítés szerintem ennek a szakmának is. Ebben nem gondolkodtok? Tehát, hogy tovább lépni vagy, mert az rendben van, hogy van egy ilyen verseny, van, ami felhívja, van, ami tiszteletet ad, de egyfajta érdekérvényesítés, gondolok például mostanában, ami jön hírként, hogy ezt a katát is szét akarják verni, meg minden mást, és azt gondolom megint csak érdekében érinti ezt a szakmát is. Mi együttműködünk olyanokkal, akik már efféle irányultságokba elindultak. Aha, tehát lesz egy ilyen valamikor. Most is vannak erre kezdeményezések, de együtt dolgozunk a Masszőrök Országos Szövetségével, és úgy gondolom, hogy ez inkább az ő hatáskörük. De ez egy jó hír, hogy akkor van egy ilyen Masszőrök Országos Szövetsége. Igen. Ez már megint egy új hír. Akkor ezek szerint azt is érdemes megkeresni a neten, hogy vajon ott kik vagyok, akik tagok, vagy tesznek ilyet. Igen. Lehetőséget. Ez folyamatosan, ugye? Folyamatosan tanulni kell, tehát ez... Igen, mert nincs két egyforma vendégünk, nem maga a szakmát érdemes tanulni, mert a fogások végesek, illetve lehet sajátokat is kitalálni, körülbelül úgy tudnám hasonlítani, mint a koktéloknál, hogy 2 plusz alapanyag és már is egy új fogásunk van, viszont biztos, hogy a következő vendégünk nem ugyanazt a problémát hozza, mint az előző 200, valami az életében máshogy lesz, nem az miatt fáj a feje, nem az miatt fáj a háta, úgyhogy igazából rájönni a probléma forrására az más, és ez miatt kell tanulni. Sokkal több típusú emberhez kell értenünk, maga a fogásokat egyébként nem olyan ördöngőséggel sajátítani. Most néhány masszőr felsziszent, ez legyen így, néha masszőr is sziszt legyen, ne csak az áldozat, aki ott fekszik. Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok. Hölgyeim és uraim, önöknek is köszönöm a figyelmet. Ne feledjék, a hét emberére önök is tennek javaslatot, ki vagy kik legyenek a hét emberei, megpróbáljuk őket ide elhívni és beszélgetni egy kicsit. És nagyon vigyázzanak magukra, jó egészséget, egy hét múlva találkozunk a viszontlátásra.